A műsor elkötelezett támogatója az Osan Korzó. A műsor támogatója a Dr. Rose Magánkórház. A műsor támogatója a CEVE fotókönyv. Szép nagy ló. Igen. Ő egy muraközi. Muraközi. És akkor ott van egy másik ló. Igen. Ő Barbie. És ő fog majd elleni hamarosan. Az abonyi barati családban először egy kis csikó fog születni, utána pedig egy baba. A családfőnek Lacinak a hatodik gyermeke, Annának a második. Férj és feleség között ugyanis 20 év korkülönbség van. Ők ketten 5 évvel ezelőtt kötöttek véd- és dacszövetséget. Azért fogalmazok így, mert sokan nem igazán örültek a kapcsolatuknak, és azóta is van konfliktus a családban. A konfliktusokról inkább később beszélünk. Most még örüljünk a szép nyári időnek és a 4 éves Borinak, a házas pár első közös gyermekének, akinek születését apa a kórházi folyosón izgulta végig. A Borinál sem volt bent, a végén elhagyta a terepet. Igen. És akkor most is ez lesz. Így van. De mi bemaradunk a kirával. Igen, tehát, igen. Azzal nekem, nincsen semmi problémám, ő ne legyen ott. Hogyha a fejem is fáj, én nem szeretem, hogyha ott van a környékemen. Tehát, hogyha nem vagyok jól, valamin fáj vagy valami diszkomfort érzésem van, én egyedül szeretek lenni. Nem szeretem azt, hogy ott nyüzsög, mert akkor jön és simogat, és én amúgy sem vagyok ez a bújós, ez a cicás tudat. Néha olyan nem szólok neki, hogy figyelj, hagyd már abba a hajam simogatását, mert megbolondulok, de nem szeretem. Aki neki fájdalmat okoz, lehet, hogy én megtorlom. Miért leütöd az orrát? Tudom, már nem tudom, mit vált ki belőlem. Hát azért csak az én szerettemmel történik az a dolog. És ha ez egy természetes igen, dolog. Igen, tudom, de nem tudom, hogy reagálok rá. Pedig te egy ilyen rettenthetetlen férfi vagy. Én, igen, de a gyerek meg a nő az nálam, az nem, tehát az ne szenvedjen. Tehát az, én azt nem bírom. Azt sem bírja elviselni, hogyha Bori beteg. Gyere, csücsök! Gyere! Gyere hamar! Nem kell gyerek? Hát jó. Szorítsad! Igen. Így teszed a lábad, én itt megfogom. Így? Aha, és akkor ugye föl kell, hogy ugorja, úgy szokták, de akkor itt fogd Marját, tudod, ott a... És ezt a lábamat? Így. Hát igen. Igen. És akkor én meg tolom ezt a lábamat. Egy, kettő, három. Jaj, várjál, hát ez mozog. Ennek saját akarata van. Jaj, ne fogok kesek. Ó, fölállítsam hátsó lábra? Na, mit is tudhatunk eddig? 1. A hadas kicsit sem tud lovagolni. 2. Az abonyi barati család viszont igen. 3. Laci, aki egyébként építési vállalkozó, lótartóként már több csigót is világra segített. A gyermeke születésénél viszont nem akar a szörőszobán lenni. 4. Előre elárulom, imádnak néptáncolni. 5. Vásárolni is nagyon szeretnek, így hát irány a Maglódi Osan Korzó, ahová szinte heti rendszerességgel járnak. Nézd csak, oda kell beledobni. És nyomd meg a...
Oké, és nyom meg ott a startot. Az. Úgy szoktuk csinálni, hogy egybekötünk mindent, meg csekkeket fizetünk, meg stb. Stb. Tehát azért jó nekünk ez praktikus, mert arra nincs időnk, hogy 100 fele menjünk. Te Anna is ő egy shoppingolós pasi. Igen, imádok. Imád. Mert az én férjemet le kell támasztani kint. Nem, ő imád. Nekem az is elég, hogyha csak látom. Visszafelé, kifelé. Bori. Jó, akkor viszlát. Mit szeretnél, Borikám? Vonatozni. Jó, de utána befejeztük. Nem. Na, indulj el. Utolsó. Igen? Utolsó. Oda kell bedobni. Pedig nem is megy a vonat, nincs csak. Egyébként tényleg, ti mennyire vagytok szigorúak? Rettenetesen látszik, nem? Jó, de azért egy ilyen erőteljes pasas vagy, tehát rólad azért el kell képzelni, hogy oda mordulsz, akkor szó bennakad. Én szigorú vagyok. Gyere csak, gyere! De szigorú vagy? Én igen. Mi így nagyon ilyen így voltunk nevelve, és nekem ezt egy picit nehéz levetkőzni. Úgy vagy. Ki kell mondanom, melyikünket lehet hülyére venni. Na. Így csinálja a gyermek. Neked van valami olyan elved, amire azt mondod, hogy nem? Igen, majd az én gyerekem az nem fog telefonon játszani, meg az én gyerekem nem fog mesét nézni a tévében, meg én minden este fogok neki mesélni, és körülbelül akkor dölt dugába, amikor olyan szinten voltam fáradt, a gyerek meg még mindig a fején pörgött, nem tudtam mesélni, de nyomtam a kezébe a telefont, hogy akkor nézzed. Ennyi. Egyébként csak, hogy mondom, mindannyian úgy kezdjük, hogy a mi gyerekünk csak fakockával fog játszani, ugye? 10 éves koráig. Persze. És csak bioköres golyót fog enni, aztán valahogy félre sikerülnek a dolgok. Persze, vannak szülők, akik nem gyengülnek el, kitartanak az elveik mellett. De most menjünk tovább, Anna ugyanis szeretne egy-két hasszorítós fehérneműt, amik a szülés után hasznosak lehetnek. Az első baba után mennyire, Bori után gyorsan alakult el vissza? Elég hamar. Igen? Elég hamar, aha. De hát, hogy minden úgy visszakerüljön, ahhoz azért egy év kellett. Szerintem a legszebb a világon. Tényleg. És hogy fogják hívni az öcsédet? Matyi. Matyinak? Mi lesz a teljes neve? Matyicsa. Újra Abony, Laciék házának kertje. Itt kanyarodunk rá a házaspár történetének kezdetére. Az úgy volt, hogy évekkel korábban az akkor még csak 25 éves, a Debreceni Közgazdasági Egyetemen tanuló lány elkeveredett az Abonyi Néptáncklubba, aminek történetesen Laci a vezetője. Aztán a már kétszer elvált férfinak, hogy nem, Anna lett a táncpartnere. Most, hogy így visszagondolok, lehet, hogy nekem ez valahol imponált, hogy itt van egy tényleg egy tőlem ennyivel idősebb, és hogy érdeklődés mutat irántam, és mit tudom én. A másik oldalról meg borzasztóan be voltam ettől a szituációtól tojva, utána, hogy mit fognak szólni? Nem, az, hogy mit fognak szólni. Én tőle tartottam. Tartottam tőle. Még most is? Nem. Nem, tehát nyilván én egy társaságban sem, tehát én azért nem szoktam háttérbe vonulni, nagyon ritkán is. Igen, azt látom rajta. Tehát én nem vagyok ilyen. Mondhatom azt, hogy itt Abonyban te vagy a menő csávó? Nem, én inkább amit akarok elintézem. Te mikor kezdted őt először nőként szemlélni? Hát amikor éreztem, hogy nem bír a vonzalmával. Az akkor 45 éves, már 4 gyerekes vállalkozó és a fiatal lány bimbózó szerelmét azonban a környezetükből sokan nem nézték jó szemmel. Hogy miért? Annának van erről egy teóriája. Irítség és az, hogy már egy biztos egzisztenciával rendelkezett. Én még tulajdonképpen tényleg ott állt, hogy az én életem akkor kezdődött. Tehát én akkor végeztem az egyetemmel, akkor kezdtem el dolgozni, és itt mindenki csak azt látta, hogy na,
berakta a hátsóját a jóba, a biztosba, és szép autóval jár, nincsenek problémáik, nincsenek, kitúrta az asszonyt. Most a balszámla, stb. Nem. Hát már akkor másfél éve elköltözött, hát tehát külön voltunk, sőt már akkor már egy éve kimondták a válást is, amikor mi összejöttünk. A te szüléd ugye tanáremberek, mit szóltak ahhoz, hogy összejöttél egy náladnál 20 évvel idősebb, ilyen nagyhangú pasival? Nem voltak elragadtatva, de ez nem ilyen személyes konfliktus volt köztünk, nem is ismerték, hanem csak ettől a helyzettől. Tudod, hogy már kétszer elvált, és négy gyerek, és meg hogy, tehát, hogy azért tényleg az a 20 év az azért sok. Nyilván féltettek is. Hát a fehér lóvon ülő pasi mögött még ül egy csomó ember. Igen. Legalább fehér lóvon ment oda, és nem kölcsönkérni, mint ahogy a fiatal házasok szokták. Érdeklődőek nem voltak. Gondolták, majd csak elmúlik. Szerintem ezt gondolták. Aztán megszületett Bori, rá két évre pedig Anna és Laci az esküvőjükre készültek, és ahogy az lenni szokott, egy bagatelnek tűnő kérdésen, hogy ki lesz a vőfély, összevesztek Anna szüleivel. Annyira, hogy az esküvőt is nélkülök tartották, ahol persze az ifjú pár bemutatta tánc tudását. Azóta is, hogy úgy mondjam, a nagyszülőkkel szorványosan tartják a kapcsolatot. Tudják, hogy jön a második baba, azzal tisztában vannak, de az, hogy mit szólnak hozzá, azt nem de tudom. De miért nem tudod? Mert nem, hát a kapcsolat az nem olyan túl jó. De miért? Ez most rajtam kívül el. Ez így. Nem hiszem. De, abszolút. Itt úgy van elkönyvelve, hogy itt az van, amit én akarok. Ha én így akarom, akkor Anna úgy fog tenni. De és ez nem így van? Hogy van? Hát sőt. Nem én vagyok az, akinek el kell vinni a balhét, és akinek oda kell menni nyakbe húzva, és mindenkit megkövetni. Csak tudod, mi a baj? Ezt mindenki nagyon büszke. Tartja. Nem. Nyakasok vagyunk, és közben nem. Elmegy egy csomó év esetleg úgy, ez... hogy nem vesztek részt igazán szeretetben egymás életében, és ez nagyon fájdalmas tud utólag lenni. Érted, hogy mit mondom? Értem. Az, hogy mi így egy család vagyunk, azt ők nem fogadják el. Nem kezelnek minket egy családként. Tehát, hogyha van valami meghívás, akkor várunk téged meg Borit. Úgy látom, hogy te sok embernek bököd a csőrét. Hát én leszarom. Az embernek eljön az életében az a pont szerintem, amikor nem akar megfelelni. Nem érdekel. Annának viszont láthatóan fáj ez a helyzet, de azt akarja, hogy a férjével együtt fogadják el. A másik oldal véleményét persze nem ismerjük, mint ahogy Laci nagy gyerekéjét sem. Szóval az előző házasságodból született négy, most már felnőtt, ugye felnőtt? Igen. Gyermekeiddel mi van? Felnőttek, dolgoznak, élik világukat. Kapcsolattartás az, hát mint szerintem... egy millió helyen így működik biztos, hogy telefon, tudtok jönni hétvégén? Most ez meg ez van, jövő hétvégén. Laci erről többet nem akar mondani. Érzem, hogy ismét mékasba nyúlnék, inkább hagyom, nem akarom felbosszantani vagy kiborítani. Én nem kaptam semmit. Sem az élettől, sem a szülőktől. De semmit. Mentem ilyen segédmunkásként egy festő mellé dolgozni. Hány éves korodban? 11 éves voltam. Ez az, ami megkeményített, nem? Igen. Én úgy látom, hogy ti egy ilyen nagyon komoly védés-dac szövetségben vagytok. Abszolút. Igen. Tudom, hogy ahhoz, hogy ez így működjön kettőnk közt, meg hogy úgy tudjunk élni, mint egy család, és ezt nem rossz értelemben fogom mondani, de nekem őt ki kell szolgálni. Tehát, hogy ott kell lenni mögötte. Én ezt nem bánom. Jó ezt... vagy nem bánod? Jó, nekem így jó, mert én nem vagyok ilyen vezető alkat, én nem vagyok. És ő ezt abszolút értékeli. Én nem úgy érzem, hogy nekem le kell tennem az egómat. Tititá, tititá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nyolc! Ez már az Abonyi Művelődési Ház, ahol délután Laci foglalkozást tart. 1, 2 és 1, 2,
Há, négy és... Néhány héttel később Anna, egyik főtámogatónk a Dr. Rose magánkórházba érkezik, ahol már itt van egy másik kismamánk is, Tina és a férje. Ismerkedjetek meg! Másik kismamánk. Két jön a babás anyuka. Hula, szia, Barat Jánna, szia! Elég jó helyen sikerült azt a fotón. Szia, Barat Jánna. Az a helyzet, hogy Anna előtted szül. Igen. Három héttel legalább. Te aztán. Augusztus 24-ére vagy kírva, te augusztus 3-4. Igen. Szóval mindketten az utolsó trimeszterben vannak, és itt fognak szülni, van mit megbeszélniük. Neki van refluxa, meg egy-két kellemetlen dolog neked. Nekem ilyesmi nincs, én aludni nem tudok. Aztán ugye én sem. Most már eljutottam odáig, hogy abszolút tett. Mert tegnap 6 órakor mostam reggel. Aztán. Úgyhogy... Nem tudok. Elfekszem azt, kényelmetlen zsibbad. A 38. heti kontroll a CTG-vel kezdődik. Szokott keményedni? Igen. Vannak ilyen kis jóslófájások? Az szuper. Annak örülünk már ilyenkor. Nem tudom, hogy ez jósló, vagy nem jósló, de elkeményedik, igen. Megkenészik a pocak, és egy kis kellemetlenséget érez. Igen. Elmondom, jó, hogy jó. Mit látunk. Tehát a háromjegyű szám a magzati szívműködést mutatja, melynek az alapfrekvenciája 120 és 160 között normális, de ébren van, aktív, akkor bizony lehet 180 is, pont úgy, mint nekünk, hogyha aktívak vagyunk, mozorgunk, ugye, akkor szaporál. Ha alszunk, pihenünk, akkor alacsonyabb a pulzus számunk. A kétjegyű szám, az a felső érzékelő, az a fájásokat mutatja. Ha 40 felett mérne, az azt jelenteni, hogy van jóslófájás. Reggelizett, ugye? Igen. Ez fontos. Igen. Mert ha anyuci eszik, akkor utána mindig aktívabbak a babák. Jó napot! Hello, Anna, jó napot! Csücs le! Kérek szépen egy CTG-t. Egy másik szobában Dubec doktor először manuálisan vizsgál és hüvelyváladékot vesz, hogy kitenyészthessék. A külső mészáj nyitva van, de a belső még zár, tehát hogy látszik, hogy keményedget. Én azt gondolom, inkább jósófájásoknak gondolnám ezt a helyzetet. Elnézést kérek, a belső az még tök zárt, magasan van a fej, tehát hogy ezzel nincsen semmi gond. Jaj, van egy minimális kis hüvelyváladék, úgyhogy fölírnék. Hüvelykúpot. Jó. Este zuhanyozás után egyet-egyet sok szeretettel tessék elhasználni. Az újszülöttek ugye keresztül jönnek a szülőcsatornán, és ez alatt fertőződhetnek olyan formán, hogy ebből későbbiekben gyulladásos, illetve hát szeptikus problémák lehetnek. És ez egy bacillus? Igen. Koponya végű fekvés. Tehát a koponya szélességét és fejkörfogatot mérünk először. Ezen az oldalon van a gerince és a háta. Becsúszó 3043 g. Ugye nyilván ezt kellő kritikával kell fogadni, mert a plusz-minusz 10% mérés és mérés között is van. Uh-huh. Az, amivel megbirkózok. Szerintem nem lesz vágott. Lepény a melső falon, átlagos mennyiségű a magzatvíz. Hát Anna, abszolút célegyenesben vagyunk. A célegyenesben Annának megmutatják a szülőszobát, amiből műtő is nyílik. Találkozik az egyik csecsemős nővérrel, anesteziológussal, akire remélhetőleg nem lesz szükség, és megnézi, hol lesznek Matyival a szülés utáni napokban. A kontroll után Anna még eltöltött néhány napot Balatonszárszon, Lacinak ugyanis itt van egy hamisítatlan retro üdülője. Anna kifejezetten kiegyensúlyozott, főleg ilyen környezetben. Nem tart a szüléstől, azt mondja, Borival is gyors és könnyű volt. Igen, tehát nekem az jó élmény, hogy most is kiegyezek egy olyannal. Én Borinál is azt igényeltem, hogy hagyjanak békén. Aha. Tehát, hogy én ott el vagyok egyedül magamba, persze nyilván az orvos rám jön, és akkor rám néz meg mit tudom, meg a szülésznő is, de hogy amúgy ne kelljen remászni az ágyról, ne kelljen sétálni, hagyjanak békén, én ott el vagyok magamba. Én pedig megígérem neked, mert ugye apa azt mondta, hogy ő a legvégén ki akar menni a szülőszobából, mert nem bírja a fájdalmat, hogy amennyiben Matyi is úgy dönt, hogy megvár minket a királyval,
Viszont ott leszünk. Jó. 6:45 van egy forró nyári nap reggele. A Széchenyi téren a galambok az éjszakai buli maradékát takarítják, mi pedig felpörögve várjuk Anna és Laci érkezését. Elméletileg 7:02-re írja a GPS, hogy ott vagyok. Reggel 7:02, szuper. És hogy vagy? Jól. Ahogy, amikor éppen nincsen fájások. Hány perces? Most kezdődik, 5. Aha. Hallom, akkor ezek szerint intenzívek. Aha. Na jó, akkor nem zavarlak. Hello, puszi. Hello. Ez izgi. A műsor elkötelezett támogatója az Osan Korzó. A műsor támogatója a Dr. Rose Magánkórház. A műsor támogatója a CEVE fotókönyv.